Sziasztok, fiúk, lányok! Ma december, Jézusom! Október 24-e van. Csütörtök. Tegnap nem videóztam, és nem is töltöttem fel a videót, ezért mindjárt közzé fogom tenni a mai videót. Ma korán lesz videó. És holnapra is tervezem ezt a videót, holnap fel fogom rakni. Mit csináltam tegnap, hogy nem volt időm videózni? Munka után elvittem magamat kajálni, és utána még, mivel a plázába mentem kajálni, utána még shoppingoltam is egy kicsit. Ugye mondtam nektek, említettem nektek, hogy kell vegyek egy táskát a jövő hétre, és ezt meg is vettem. A legrosszabb ollót választottam. Ő az a táska, amit terveztem a jövő hétre. Nagyon kis cuki, minden is belefér, de igazából nem csak a jövő hétre, hanem majd ugye a későbbiekben ez még hasznomra fog válni. Azért választottam ilyen nagyobb méretűt, mert esetlegesen majd többféle dolgot és el tudok benne pakolni. Nagyon nagy a belseje egyébként. Itt van a vár szabadó csatja is. Ezt nem valószínű, hogy használni fogom, de majd meglátom. Hatalmas táska egyébként, sok minden bele fog férni, az biztos. Ugye így néz ki előről, van itt az oldalán egy ilyen tároló, van a másik oldalán is egy tároló, és ugye van a középső rész, ahol itt az oldalában van egy nagy tároló, itt a másik oldalában pedig kettő kisebb tároló rész is van. Szóval bőven van benne hely, az biztos. Úgyhogy ebbe fognak belemenni majd a dolgaim, ugye a személyes dolgok, és ez a jegyzetfüzet, ezt a jegyzetfüzetet vettem, ezt fogom magammal vinni, meg ugye nyilván toltató és egyéb dolgok a jövő hétre, hogy jegyzeteljem mindent, amit tanulok. És ja. Gondoltam, ezt megmutatom nektek, mert már tegnap óta ki akartam bontani, de nem akartam nélkületek megcsinálni. Úgyhogy, ja, így néz ki. Itt akár ide is belerakhatom. Csodás. Ja, a mai napra tervezek egy-két dolgot, hogy mit szeretnék csinálni. Tegnap délután, ahogy hazaértem, nem is csináltam már semmit, hanem megfogtam magam, és lefeküdtem aludni. Nem az volt a terv egyébként, a terv az volt, hogy pihenek egy órát, de körülbelül olyan 8 óra körül lefeküdtem, és nem keltem föl csak 11 óra körül egyszer, és utána visszaaludtam, és ma keltem fel reggel 6-kor. Szóval jót aludtam, és nagyon nagy szükségem volt rá szerintem. Ez már a hosszú idő óta a felgyőrömlett fáradtság volt. Mert aludtam én az elmúlt pár napban már jókat, vagyis hát nem. Pont ez az, hogy nem jót aludtam, csak sokáig. Ugye aludtam egyfuzamban 8 órát egyszer, és a szokásos 5-6 órát szoktam egyébként aludni. De valamelyik nap sikerült 8 órát aludnom, viszont iszonyatosan elaludtam a nyakamat, és szóval ez nem volt ez a kényelmes alvás, hogy hanem forgolódtam össze-vissza, szóval sokáig voltam az ágyban, de nem feltétlenül sokáig aludtam. Most viszont kivettem mindenféle párnát a fejem alól, és így aludtam, és így sikerült normálisan aludnom, és most már kevésbé fáj a nyakam is. Úgyhogy ezt fogom alkalmazni az elkövetkezendő
időszakban, párna nélkül fogok aludni, mert nem tudom miért, mostanság nagyon fáj a nyakam. Ugye mióta elkezdtek fájni a vállaim, és voltam az orvosnál, és ő mondta, hogy inhüvelygyulladás van mind a két vállamban, azóta elkezdett fájni a nyakam is, meg mindenfelé is, szóval... Bár most már a vállaim jól vannak egyébként, elég jól tudom őket használni, és nem fájnak, amikor megerőltetem őket egy kicsit, de most a nyakam az, ami ezt csinálja velem, úgyhogy majd lehetséges, hogy a jövő hónapban majd benézek az orvoshoz, hát ha tud valamit ajánlani, de addig is próbálok párna nélkül aludni, mert ezt most sokat segített a mai napra, meg nyilván az is, hogy jót tudtam pihenni, és megszakítás nélkül, úgyhogy újult erővel indultam neki ennek a mai napnak. Ugye már láthattátok, hogy olvastam reggel, megreggeliztem már, és egyébként a videót befejeztem, ezt kamerán kívül befejeztem a videót. Mindjárt posztolom is nektek. Posztolom is itt most, azonnal. Mert elfelejtem. Tegnap egyébként akartam posztolni, csak az volt a baj, hogy haza kellett volna, hogy jöjjek ahhoz, hogy megcsináljam a változtatásokat a gépen. Viszont nem volt kedvem hazajönni. Felmászni a negyedikre és utána egyből vissza le, az nem olyan jó élmény. Szóval nem jöttem haza, hanem ott maradtam a plázában, és igazából sok mindent nem vásároltam, a táskát vettem meg a Sephora-ba vettem ezeket az akármi csodákat, ilyen kis tapaszokat a pattanásokra, ugye láthatjátok, itt is van most egy, erre már tettem egyet, úgyhogy ez már gyógyulófélben van, hál' Istennek, de kifogytam belőle, és ezt már, nem is tudom, ötödjére, hogy újra veszem kávét. Nekem ez nagyon bevált, hogy ezt szeretem. És mindig újra veszem. És most kifogytam belőle, úgyhogy újra vettem. Ezen kívül nem tudom, hogy ezt meg kellene mutassam vagy sem, de mindegy, megmutatom. Szerintem mutattam az egyik videóban a szülinapi ruhámat, hogy mit vettem. Na hát ahhoz nem tudok melltartót felvenni. Úgyhogy vettem egy ilyen hát nélküli, és hogy hívják ezt a pánc nélküli, hát nélküli és pánc nélküli ragasztós melltartó. Ez a neve. Nem próbáltam még ki, szóval nem tudom, hogy jó lesz-e. Remélem jó lesz, mert jövő hét pénteken lesz a vacsora, úgyhogy addig még ki kell majd próbálnom, és ha nem jó, akkor esetleg sem kitalálni valami más alternatívát, amivel fel tudom venni azt a ruhát, ha már megvettem, és amúgy egyébként nagyon tetszik, nekem nagyon tetszik, és alig várom, hogy felvehessem. De ja, szóval ennyi mindent csináltam tegnap és ma délelőtt. Most már nem sok időm van, mindjárt indulnom kell a munkába. Majd délután, ha hazajövök, akkor van egy-két dolog, most már el kell, hogy kezdjem a gyerekek szobáját kitakarítani, mert ugye jövő héten nem lesz időm ilyenekre, és a jövő héten szeretnék koncentrálni a munkára, vagyis hát arra, amit csinálok majd a jövő héten. És ja, szóval muszáj, hogy elkezdjem, már csütörtök van. Ugye most dolgozok hétvégén is ezen a héten, úgyhogy szépen apránként most már el kell kezdjem. Ma fogom megcsinálni vagy Melanie szobáját, vagy Csabikáját. Nem tudom még pontosan melyikkel kezdem, de a ruhák is ugye ott vannak még, most már azért kezdenek porosodni néhány nap után. Itt is haj van mindenhol, ma a fürdőben vasaltam a hajamat, mert állva szerettem volna, úgy kényelmesebb volt. Úgyhogy ott is tele van minden hajjal. A konyha az jó állapotban van, mert nem főztem. Ma már el kell kezdenem főzni is, úgyhogy majd mindjárt ki is találom, hogy mit főzök, és kiveszem a húst a fagyasztóból, mert ugye a kelkáposzta már nem jó. 3/4-ét azért megettem, szóval büszke vagyok magamra, hogy nem csak kidobtam, hanem azért 3/4-ét megettem, meg ugye jól jött, hogy nem kellett
Már 3 napja nem főztem, szóval ez nagyon jól jött. És ja, szóval ez a terv mára, és én most szerintem elmegyek dolgozni, és jövök vissza délután. Már este van, mert közben jött valami most délután, és nem értem haza, csak most, nemrég. És már ugye jó néhány napja hallgatom ezt a... Béla! Mi az? Mit akarsz? De mit akarsz itt? Így ki tudja nyitni az ajtót egyébként Béla már, minden ajtót ki tud nyitni. Még a bejáratit is. Nem tudom, hogy csinálja, de az egy nagyon nehéz ajtó, és mégis ki szokott szökni. Igaz, Béla? Szöktösős egy macska vagy te, igaz? Igaz? Nem mész oda föl, ne is nézzed. És tönkretetted Melanie szekrényét. Látom ám, nehogy azt itt, hogy nem. Na de, nem tudom, hol tartottam, amikor itt Béla is megijesztett. De igen, szóval halogattam már egy jó néhány napja, úgyhogy hiába este van. Muszáj, hogy megcsináljam most már, mert még Csabika szobája hátra van. A héten nem takarítottam, szóval minden mást is. A mosogatást ezt csináltam, mert sok mindent nem kellett, csak azért. És szóval, ja, bőven van mit itt csinálni, szerintem látjátok itt lent a földön, hogy az összes létező... Á, nem, még maradt ott fent néhány társasjáték, de az 50%-a az itt van lent a földön a társasjátékainknak. Mert twistereztek a gyerekek a szülinapi bulin. Hál' Istennek elpakolták legalább azt. De szóval, ja, én ugye levettem onnan föntről a karácsonyi díszeket valamelyik este. Említettem nektek, hogy át akarom nézni, hogy mi van már, hogy tudjam, hogy mit lehet még venni, meg mi kell még. Nem kell, de én szeretném. Úgyhogy ezt én csináltam, ez a porszívós doboz azért van itt lent, mert utamban állt, hogy levegyem a dobozt, amiben a karácsonyi díszek voltak. És ja, most eltakarom itt a Melanie-nek a szekrényét, szóval nem látjátok, hogy mekkora kupi van benne, de nagy kupi van benne. És ugye még majd jönnek az összehajtogatott ruhák, amiket ott összepakoltam a kosárba a szobába. És ja, úgyhogy nem húzom az időt, szerintem én megfogom magam, bedugok valami motivációs beszédet, és nekiállok, mert már 7:30 van, és minél hamarabb le akarom tudni, hogy legalább ez már meglegyen, és már csak Csabika szobáját kell majd megcsinálom még holnap. Azt hiszem. De ma is későn végeztem a munkában, szóval nem tudom. Ez így nem volt tervben, hogy ennyire későn végzek, de mindegy. Ez van. Úgyhogy nem tizek, nem húzom az időt, hanem csinálom.
szóval, fiúk, lányok, filmezés közben itt a szobában észrevettem, hogy egy párszor nem mozgattam a kamerát magammal, vagyis hát elfelejtettem állítani a kamerát, mikor elmozdultam a képből, vagyis hát más dolgot kezdtem el csinálni. Szóval jó pár részt nem láttatok, aminek nagyon örülök, kifejezetten örülök, mert feleslegesen videóztam. Ez nagyon jó érzéssel töltötte, így utólag rájöttem, kétszer. Mindegy. De a végeredmény az szép lett, azt láthattátok, hogy szép lett a végeredmény, annak azért örülök, de most egy kicsit csalódtam, hogy hogy sok mindent nem láthatotok belőle. Na mindegy. Egyébként a térdem az fáj, mint az állat, mert ma siettem a munkába, és ahogy siettem, mert táskát kellett cserélnem, mert Melanie szülinapja óta a fehéret hordtam magammal, de azt nem akarom tönkretenni nyilván, mert az egy drága táska. Szóval átcseréltem, és utolsó pillanatban nyilván, ugye mikor is, mint utolsó pillanatban, cseréltem táskát, és sietni akartam, hogy siessek, hogy nehogy elkéssek, és bevertem a térdemet az ágy sarkába, és igazából egész nap nem fájt, pedig ma aztán annyit kellett szaladgálni, hogy ez nem igaz. Mindenhol is tele volt minden emberekkel, nem tudom honnan jött ez a rengeteg ember, hogy az egész város nálunk akart ma ebédelni, az is biztos, de mindegy, és egész nap nem fáj. Most, ahogy este, ahogy jöttem haza, és leszálltam a buszról, és nem tudom, ilyen rosszul léptem, vagy nem tudom, mit csináltam, és akkor így megfájdult, vagyis hát akkor jutott eszembe, hogy basszus, ma beütöttem a térdemet, és akkor azért fáj, és azóta is fáj. És most, ahogy ott az előbb térdeltem egyébként, azt hittem bepisilek. Na mindegy. Szóval most fáj a térdem, úgyhogy majd jó meleg vizet kell ráengedjek, még meg kell fürdenem. És vacsoráznom is kellene, de nem főztem. Úgyhogy nem tudom, mit fogok vacsorázni. Valószínűleg csokit, mert az egészséges. Nem, az nem egészséges, de azt akarok most. Meg azt legalább nem kell megfőzni, az már megvan. Na mindegy. Úgyhogy, ja. Eddig jutottam ma. Ami nem sok, de nem is kevés, mert szép rend lett a Melanie szobájában, legalább már félig kiürítettem a kosarat, ami a szobában van, már csak a Csabika ruhái vannak benne. Meg amúgy azért, ugye itt kiporszívóztam, azt nem láthattátok, de azért kiporszívóztam a fürdőt is, a folyosót is, az én szobámat is, a WC-t is, már csak a konyha nappali, de azt, a konyha nappali azt néhány nappal ezelőtt csináltam meg, és mint említettem, nem főztem, szóval nincsen semmi kosz ott benne. Itt a hajam volt ugye reggel, ahogy vasaltam, meg a szobában tele van minden a hajammal, mert az az én szobám, és akkor úgy ott oda hullik a hajam. Szóval azért összeporszívóztam, ugye a WC-ben pedig a Bélának a kis homokját kell mindig összeszedni, mert mindig kirakja valahogy. Szóval azért haladtam sok mindent ma, de vagyis hát annyira nem sok mindent, de azért ahhoz képest, hogy mennyi időt töltöttem itthon, ahhoz képest sok mindent haladtam. De mindegy. De szeretnék még olvasni is estére, úgyhogy szerintem itt egyelőre megállok ezzel a videóval, és majd holnap reggel folytatom, hogy mivel, azt nem tudom. Mert holnap délelőtt szeretnék elmenni edzeni, holnap már péntek. És jövő héten biztos, hogy nem fogok eljutni az edzőterembe, mert 8-tól 17-ig leszek, szóval az kizárt dolog, hogy én akár előtte, akár utána elmenjek az edzőterembe, szóval szeretném kihasználni ezt a hetet még, ugye elmegyek holnap, és akkor elmegyek még vasárnap is, és akkor az úgy már egy héten háromszor jutottam el. És akkor az úgy jó lesz. Legalábbis ezt remélem, hogy el tudok jutni, mert ma nem volt kedvem,
mert úgy volt, hogy ma megyek, és akkor utána még vasárnap, de ma nem volt kedvem. Nem is tudom, mit csináltam délelőtt. Ja, mosogattam, elmosogattam délelőtt, meg kimostam egy adagot, és azt kiteregettem, mert a munkásruhámat még csak ma mostam ki a hétvégéről egyébként. Azt elfelejtettem kimosni a hétvégén. De mindegy. Na, de túlságosan elbeszélem itt az időt felesleges dolgokkal, úgyhogy én most elköszönök, és megyek, megeszem a csokimat, és megfürdök, és olvasok. Na szóval, fiúk, lányok, már másnap... Júj, már nem lehessen. Másnap este van, és... Ma délelőtt nem sikerült videóznom, szóval így nem került fel ez a mai videó, hanem inkább elmentem edzeni. És így nyilván ugye nem maradt időm, hogy videózzak, és összevágjam, és posztoljam ezt a videót. Úgyhogy most vágtam össze az előbb, mert már elkezdtem főzni, ma már muszáj volt főznöm, hogyha életben szeretnék maradni a hétvégére. Még mindig sül a marha a lassú főzőben, és itt van már a krumpli püré. Nem csináltam sokat, csak egy nagyon keveset. Viszont, amit most szeretnék enni, az palacsinta, mert ma, ahogy szolgáltam fel a palacsintákat, megcsapott az egyiknek az illata, és nagyon megkívántam. Úgyhogy most, bár este 3:49 van, de palacsintát fogok vacsorázni, mert megtehetem. Tegnap egyébként a csoki finom volt, egyébként Milky Way tettem, tegnap azt vacsoráztam, és finom volt, nagyon finom volt. De ma már átférek az egészséges életmódra, úgyhogy ma meleg szendvicset ettem, mikor hazajöttem, és ezáltal már szerintem nem fogok a marha sültből vacsorázni, hanem az majd jó lesz nekem holnapra. Holnap nem tudom egyelőre még, hogy mennyit kell dolgoznom, meddig leszek. Lehet, hogy zárásig leszek holnap, szóval gondoltam, biztos, ami biztos, megfőzök, mert hogyha zárásig leszek, viszont ki leszek purcanva, és biztos, hogy nem főznék már holnap. Úgyhogy most, hogy volt időm így este, így gondoltam, megfőzök, de már délelőtt kivettem a húst, tudtam én, hogy meg fogok én ma főzni. Tudtam én, hogy össze tudom szedni magamat. Ennyi, tészta kikavarva, és be is gyújtjuk a serpenyőt. Na, úgyhogy én most ki fogom sütni a palacsintákat. Aztán megmutatom a végeredményt, mert szerintem fagyival fogom tálalni. Ki kell, hogy ürítsem most már a fagyikat a hűtőből, és még van csokis, meg vaníliás, még nyárról maradtak, de túl sok helyet foglalnak, és ugye egy télen már azért nem szoktam fagyiztatni a gyerekeket. Most ma is, meg tegnap is elég jó idő volt egyébként. Szóval sokan ettek fagyit az étteremben nálunk is. Úgyhogy gondoltam, én is ehetek egy kis fagyit, mert miért ne? Na, de most nem mutatlak azzal, hogy kisütöm a palacsintákat, szerintem tudja mindenki, hogy kell palacsintát sütni, úgyhogy majd jövök.
Elkészült a sült hús is, és most zártam el nemrég, én közben lezuhanyoztam. A palacsinta az mennyei volt, az utánozhatatlan volt. Házi barack, lekvár, csoki öntek és csoki fagyi. Sajnos nincs itthon tejszínha, szóval ez ma nem került rá. Szívem szerint tettem volna rá, de nincs itthon, úgyhogy majd holnap, ha vagy holnap után, ha megyek bevásárolni, akkor azt majd beszerzek mindenféleképpen. De szóval ennyi lesz szerintem akkor mára ez a mai videó. Remélem azért tetszett, és velem tartotok majd legközelebb is. Legyen szép napotok! Sziasztok!